cigi a másik után. Egyik pohár a másik után. Ó, nem igaz, nem több, mint egy olcsó igaz. Szombaton este folytatódott a Királyi Napok koncertsorozata. Dénagy Lajos, aki Hajdanán Székesfehérváron is megmutatta tehetségét, amikor a Gorzium együttesben énekelt, otthonról hazajött, hiszen városunkból indulva jutott el a rockzene csúcsaira a Bikini Front embereként. Nagyon szeretem Székesfehérvárt, nagyon szerettem itt lakni. Ez egy csodálatos hely volt. Életem meghatározó része volt tényleg az az időszak, amit itt töltöttem, Alba együttesben. Először voltam egy profi zenekarban. Meg kell említeni Mikó Pétert, aki meghatározó egyénisége volt a zenekarnak, ő volt a zenei vezető, és tőle tanultam meg a zenei profizmus, hogy hogy kell összeállítani egy műsort, minek kell benne lenni, minek nem kell benne lenni, hogy kell viselkedni egy színpadon. A műsorban a Bikini felvonultatta a teljes arzenáját mindannak, ami a rockbarátokat kortól függetlenül élteti, és Dénagy Lajosék 4 évtized után is megtapasztalhatták, hogy dalaik szájról szájra terjednek épp úgy, mint egykor a népdalok. Egy nagyon-nagyon jó műsort állítottunk össze. Nagyon fogja szeretni a közönség. Ezt a műsort tegnap kipróbáltuk Párciumban, Romániában, Tasnád városában, és hát nagyon-nagyon szerette a közönség. Ilyen tulajdonképpen úgy van megszerkesztve, hogy ilyen érzelmi hullámvasút, tehát egy ilyen érzelmes rockballada, utána egy pattogó, gyors, keményebb dal, utána egy kicsit olyan úgy mondjuk, hogy lötyögős, amire olyan jól tudnak úgy lötyögni az emberek, aztán megint egy rockballada, tehát úgy nagyon színes a műsor. A Bikini tehát idén is hódított, a jövő pedig megkezdődött.